Úgy gondoljuk, hogy a magyar családoknál sokkal jobb helyen lenne ez a pénz, hiszen nagyon sokan nem tudják kifizetni a rezsiszámláikat, vagy éppen magyar vállalkozásokat kellene támogatni ebből, hiszen már érkeznek a vállalkozásokhoz a több százezres, vagy akár milliós nagyságrendű rezsiszámlák, amelyek szintén megoldhatatlan feladat elé állítják őket. Ennek érdekében a Mi Hazánk Mozgalom egy határozati javaslatot is benyújt, amely hatályon kívül helyezni, illetve felkéri a kormányt, hogy helyezze hatályon kívül az erről szóló kormány határozatot. Akkor, amikor a gyermekeink fáznak az iskolákban, akkor elsődleges lenne, hogy ezen a helyzeten segítsen a kormány, és erre költse az összes lehetséges forrását a magyar költségvetésnek, nem beszélve ugye az üzemanyag ellátásnak a problémáiról, amelyre most egy hirtelen döntéssel szintén igyekszik reagálni a kormányzat. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy egy olyan ukrán rezsimnek utalja át, és a miniszterelnök bejelentése szerint már el is különítette ezt az összeget a kormány, amely rendkívül korrupt, tehát egyáltalán nem látunk garanciát arra, hogy ez a pénz valóban mondjuk humanitárius céllal hasznosul a nehéz helyzetbe került ukrán emberek számára, illetve arra sincsen semmiféle garancia, hogy nem a magyar ellenes ukrán politikusoknál fog ez landolni. Emlékeztetnem kell arra, hogy bár Magyarország rendkívül nagy mértékben támogatja az ukrán menekülteket, akik 1000-10000 számra érkeznek hazánkba, ennek ellenére történt a Munkácsi Turulszobor ügye, amely egyértelműen egy rendkívül felháborító gesztus volt az ukrán fél részéről. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy bár a magyar kormány nagyon szereti hangoztatni azt, hogy nem finanszírozza a háborút és nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába, ám ezzel, hogyha az ukrán állam fenntartásához hozzájárulunk évente 75 milliárd forinttal, amire nagyon fontos kitérni, hiszen a héten az országgyűlésben elhangzott a külügyminisztérium államtitkára részéről, hogy ezt a támogatást a kormány addig szeretné folyósítani Ukrajnának, amíg az talpra nem áll, tehát egy több éves kötelezettségvállalásról is beszélhetünk ebben az ügyben. A mi álláspontunk szerint ezzel a kormány közvetetten finanszírozza a háborút, és a Ukrajna háborús céljait szolgáló pénzügyi támogatást a Mi Hazánk Mozgalom sem közvetett, sem közvetlen módon nem tudja elfogadni, hogy erre egyáltalán bármekkora összegű magyar költségvetési forrást biztosítsunk.